Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt velem szemben Csunderlik Péter, tőle jobbra Puzsé Robert ül, tőle jobbra Horváth Oszkár, velem szemben pedig Csunderlik Péter. Ez az önkényes mérvadó adása. Ez a gyerekverő állampárt irodája. Ezt a feliratot ragasztották ki a Momentum mozgalom aktivistái országszerte a Fidesz irodáira, közölte a párt a Facebook oldalán. A posztban azt írták, a hatalom nem fogja tudni megfélemlíteni azokat, akik az igazságos oktatásért tüntetnek. Mi ott leszünk és kiállunk a jövőnkért. Nem hagyjuk cserben a diákokat és a tanárokat, mert már nincs hova hátrálni, fogalmaztak. Schiffer András ügyvéd szerint, ami múlt hét kedden történt, az nem a pedagógus béremelésről, nem az óraszám emelésről szólt, hanem klasszikust megidézve, hogy készüljenek kurva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele, hogy az orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver. Ma reggel nagyjából 7 óra körül a Momentum mozgalom politikusai és aktivistái teljesen elbontották Budapesten a Karmelita előtt felállított kordont. Ezt követően a Karmelita ajtajára Hatházi Ákos független képviselő és Lőcsei Lajos kiragasztottak egy 7 pontos követelést. Ígéretük szerint egész napot maradnak és őrizni fogják a kordont. Beszélgettünk a múlt héten már a kordonbontásoknak a sorozatáról. Én itt részben egyetértek. Azt hiszem, hogy jól jön a védekező oldal számára az, hogy volt egy ilyen könnygázas akció. Azt hiszem, hogy elrettentő ereje van. Azt is gondolom, hogy egyre erősebbek a védekező intézkedések, és én nem hiszem, hogy annyival erősebbek lennének ezek a Karmelita körüli megmozdulások. Azt viszont úgy vélem, hogy ugye azonosítószámmal ellátva, figyelmeztetést elhangoztatva történt ez az intézkedés, tehát nem gondolom túlkapásnak, és amikor itt elkezdődnek az összehasonlítások, hogy ez 2006 megint, és ahhoz képest, akkor az egy rossz terep, mert feladja azt a logikai problémát, hogy aki kormánypárti, az meg egyébként mondjuk a Gyurcsány szívből gyűlöli, azok többen vannak, mint a kormánypártiak. Talán ez a legerősebb politikai oldal, hogy Gyurcsány takarodj. Ők szeretnék, ha a 2006-os tüntetőkkel szembeni eljárás az egy szégyenteljes esemény maradna, míg aki most kormánypárti viszont a mostani tüntetőkkel szembeni eljárást, azt hát úgymond nem nézi rossz szemmel, vagy jól van, megérdemelték, kellett nekik randalírozniuk, és hogyha így ezt összetereljük, hogy ez a két esemény, ez hasonló, és a tüntetők fellépése hasonló, akkor belekeveredik abba a logikai csapdába a beszélő, hogy vagy mindkét esetben felmenti a rendőri intézkedést, vagy mindkét esetben rettenetesnek címkézi. Nem egyforma ez a két esemény. Szerintem sem egyforma a kettő, és valahol, hogy eddig erre is igaz az, amit ugye Karl Marx mondott, hogy ami először tragédia, az másodszor a komédia. Tehát ami történik akció, az egyelőre minimum tragikomikus. Azt mondta, hogy hetedszerre micsoda? Itt már a tragédiából vonunk gyököt, és először még a tragédiából, másodszorra már a komédiából vonunk gyököt, aztán kutyakomédiából vonunk gyököt, aztán meg a bohózatból vonunk gyököt, és végül egy nagyon nem vicces reklámspotot kapunk, amiből már nem tudunk gyököt vonni, mert már nem tudjuk megfogni, hogy gyököt vonjunk belőle. Jelenleg Ajala és Brindisinél tartunk, de még elérhetjük a vőfély humor színvonalát. Igen. Igen. Most így itt a kordont megtalálták a Momentum politikusai, ugye leginkább Hatházi Ákos, és hát ebből próbálnak egy ilyen verdönt csinálni, vagy hát legalábbis hogy egy ilyen Bakmutot, és újra és újra a kordonhoz nyomulnak, és próbálják, hogy a kordont áttörni, és a kordont ugye tartania kell. Az Orbán rendszer legitimitásának vagy imázsának egy fontos összetevője, hogy itt rend van, és hogy itt erővel rendet tartanak. És ezért a kordont tartani is kell.
Ezért, hogyha újra és újra neki mennek a kordonnak, akkor vélelmezem én, azt gondolják, hogy kiprovokálhatnak egy túlkapást. Egyébként a történelemben ugye mindig erről szólnak a demonstrációk, helyesebben kétféle demonstráció van. Ugye van a klasszikus ilyen tömegtüntetés, mint amikor a század előn felvonul sok-sok tízezer szociáldemokrata munkás, de kiöltöznek öltönybe, felvették a legjobb ruháikat, hogy azt Kassák Lajos megírta az egy ember életében, és fegyelmezetten felvonulnak, és ott a visszatartott erő, tehát a nyugodt erő az, ami félelmet keltett, hogy most akármikor megindulhatunk, és így követelnek mondjuk általános választójogot, egyébként nem túl sok sikerrel végül a dualizmus korában. A másik, az pedig mondjuk a kommunista tempó volt 1918 ugye november végétől, akkor Kumbéla újra és újra próbál valami provokálni egyen akciókat, és mindig az a célja, hogy kiprovokáljanak egy olyan túlkapást, aminek az eredménye egyébként tényleg az lett, hogy ugye félholtra verték Kumbélát, hogy ezt megírta az Est című bulvárlap, amivel a Kumbéla megalapozta a kultuszát. Tehát, hogy valami aránytalan válaszcsapást kell kiprovokálni, amivel a rendszer delegitimálja magát, viszont hozzájárul ahhoz, hogy népszerűek legyenek azok, mint egy ilyen mártírként, akik föllépnek 1919 kora tavaszán, vagy hát február-márciusban ugye a kommunisták, most meg ugye a tanárok miatt, hogyha egy momentumos politikus, ha nem is félholtra verik, de kap egy jó nagy pofont, akkor nyilván annak van egy komoly visszhangja, hozzájárul a rendszer delegitimálásához, és egyébként pedig külföldön valóban odafigyel rá a BBC és a CNN. Csak az nekem a problémám, hogy amikor Schiffer András, ugye megint nem is értem, hogy miért kell mindig foglalkozni a Schiffer András nyilatkozataival, tehát ahogy ő azt mondja, hogy az egész tüntetés arról szól, hogy valaki lőjön egy jó képet, ugyanúgy én is elmondtam, hogy Schiffer András azért mond ilyeneket, hogy szerepeljen a tévében. Ahelyett, hogy magáról beszélnék ugye a konkrét problémáról. És hát persze, hogy egyébként az, hogy lőnek képeket, meg próbálják a médiában elérni, és reprezentálni, és kihasználni ugye politikailag, az teljesen természetes. Szerintem azt a kérdést kéne föltenni, hogy ez a jó irány, tehát az, hogy oda menjünk a kordonhoz, kipróbálunk valami aránytalan ugye válaszcsapást, adott esetben valami megverést, és amiből ügyet csinálunk, vagy a kemény politikai munkát beletesszük valamilyen építkezésbe. És nekem az a problémám ezekkel a tüntetésekkel és kordobbontásokkal, hogy ez a legkisebb ellenállás, mert mindig kevesebb munkába telik oda menni kordonhoz, és azt megpróbálni elbontani, mint beletenni az erőt és az energiát, meg a pénzt, ami van egy hálózatépítésbe. Nagyon nem a jó irány. Nagyon nem a jó út ez, amin az ellenzék jár, én úgy gondolom, amint itt erőlködve retrózza 2006-ot, vagy próbálja megidézni 2006-ot. És ez már jó ideje érződik, ez a nyomorult erőlködés. Már a 2018-as választás után, amikor az O1G élménye szárba szökött, rendeztek egy TV-székház ostromot, csak azóta a TV-székház átkerült a Szabadság térről a Kunigunda utcába, de a tévészékházat kell, mert hogy azt a következtetést vonták le, mint aféle rakománykultuszt ápolnak, hogy a tévészékház ostrom rendszerváltást okoz. Hiszen ez egyszer már teljesült, mint az idióta, aki egy lukon keresztül néz át a szomszéd szobába, ahol egy macska elmegy a luk előtt, és azt látja, hogy hát akkor az orr az farkat okoz. Hát nyilván van egy ok-okozati összefüggés, amikor ellenkező irányba megy el a macska, az orr akkor is farkat okoz, és akkor levonja a következtetés, hogy jobbról jön az orr, vagy balról minden esetben farkat okoz. De nem, az orr nem okoz farkat, az egy macska. Nem okoz, nincs okozati összefüggés. Ennek megfelelően a tévészékház ostrom nem okoz rendszerváltást, hanem az egy történelmi eseménysor volt. Ez nem úgy megy, mint a rakománykultuszban, hogy felépítjük nádból, meg fából, összetákolunk valami repülőt, meg valami kifutópályát, és akkor majd jönni fog az ellátmány. A tévészékház ostromnak ez a megidézése is már jól érezhetően az elit részéről történt. A tévészékházat 2006-ban a tüntető tömeg ostromolta meg. Az egy organikus valami volt. Organikus, ami alulról jött. Egyébként én is ott voltam a Szabadság téren, akkor én nem ostromoltam, de tüntettem. Én is ott voltam. Az teljesen organikus volt. Tényleges volt.
amikor 2018-ban ezt az O1G ellenzékre megretrózta, ott már jól érződött, hogy az ott nem egy organikus, szerves, alulról táplálkozó tiltakozás, hanem ott a politikus urak és hölgyek elkeseredve a 18-as választás eredményétől egy nagy hisztit csapnak, hogy most már azért legyen más, most már azért legyen változás, és akkor kimennek a Kunigunda utcába, mert most már ott van a tévészékház, de miért mennek a tévészékházhoz? Hát a 2006-ban azért mentek a tüntetők a tévészékházhoz, mert be akartak olvasni valami nyomtatott szöveget a tévébe. Visszafradít az NB1-be. Igen, de ott ennek volt egy organikus, szerves, alulról táplálkozó történelme. Tehát a történelem az attól történelem, hogy nem megrendezi az elit, hanem a történet írja. Volt egy szándék azokban a tüntetőkben, hogy beolvassanak valamit. Oda mentek a tévészékházhoz. A tévészékháztól elküldték őket. Közölték velük, hogy nem olvassák be. Abból lett ott egy organikus felháborodás, és azután megostromolták a tévészékházat. Ehhez képest 18-ban a politikus képviselő urak és hölgyek kimentek a Kunigunda utcába, mert tévészékházat kell ostromolni, természetesen. És visszaélve... Kimentek kocsival, találtak parkolóhelyet. Visszaélve a saját státuszukkal, mert őnekik, mint országgyűlési képviselőknek joguk van bemenni a közintézménybe, nem lehet őket kizárni, bemehettek a közintézménybe, és akkor ott rendezték a hisztit, meg a balhét, meg Varjú László pókembereset játszott, meg Kunhalmi Ágnes visszapattant a csukódó ajtóról, és úgy csinált, mintha megerőszakolta volna őt az ajtó. Emlékszünk erre, hogy milyen nyomorúságos volt, és hogy maga a felháborodás, meg maga a tiltakozás, az amúgy jogos volt. Hát az a túlóra törvény, az kimerítette a neoliberális kizsákmányolásnak, meg a magyar dolgozók kiszolgáltatásának a legalábbis a gyanúját. Okkal nevezték a rabszolgatörvénynek. Sőt, az a tény, hogy Az a Fidesz kormány szolgáltatja ki a magyar dolgozókat a nyugati multiknak, amelyik amúgy a nyugati multikkal, meg a globalistákkal szabadságharcol demonstratíve, tehát ebben még tetten lehetett érni a Fidesz identitás hazugságát is. Tehát egy jó ügy volt, de az ellenzéknek ezek a megélhetési politikusai szétégették ezt a jó ügyet a maguk politikai haszonszerzésre irányuló szándékával, meg ezzel a nyomorult 2006 retrózással. Na most a kordonbontás az ugyanez volt. Orbán Viktor kordont bontott, abból rendszerváltás lett, tehát kordont kell bontani újra, meg kell retrózni azt az élményt, és akkor majd újra rendszerváltás lesz. Rakománykultusz. Ugyanez van a rendőri erőszakkal. 2006-ban tényleges rendőri erőszak volt. Azt nem lehet összehasonlítani. Bocsánat, én értem, hogy itt és most azt kéne érezni, hogy a rettenetes, borzalmas Orbán rendszernek a rendőrei gyalázatos módon, könnygázzal, erőszakkal oszlatnak, és milyen módon visszaélnek a gyülekezési joggal, stb. Az, amit az Orbán rendőrei ott fönt a várban művelnek, az legfeljebb a homeopátiás mennyisége annak a mértékű rendőri erőszaknak, ami 2006-ban ráadásul a forradalom, az 56-os forradalom 50. évfordulójára időzítve lezajlott Budapest utcáin. A homeopátiás mennyisége, és most már észre kéne venni, hogy ezek a retrózások, a történelemnek ezek az ismétlései, hogy meg akarjuk ismételni a történelmet, ezek csak közröhelybe fullasztják azt a szándékot, azt az amúgy jogos indulatot, ami az Orbán rendszerrel szemben fölgerjed. Saját történetet kellene írni, nem kölcsönvenni az orbáni vagy a nemzeti radikális földindulásnak a történelmét, és azt megretrózni, és arra a nosztalgiára alapozva újraírni valamit, mert ezzel csak magukból csinálnak hülyét, és szétégetik azokat az energiákat, amely energiáknak az Orbán rendszert kéne szétégetniük, és nem a nyomorult ellenzékét.
Géfodor Gábor, aki az egyik legokosabb politológus Magyarországon, csak sajnos egy jó ideje inkább pártkatonaként tekint saját magára, ő megírta az Orbán Szabály című könyvét, ami hát sajnos egyébként inkább a személykultusz terméke. Ez nem az Orbán Szabály című könyve? Véletlenül? De leírja benne azt, hogy mi a Fidesz és Orbán Viktor sikerének a titka. És a Géfodor Gábor, mondom azt, hogy alapvetően a személykultusz termék ez a könyv, de viszont tanulságos lenne elolvasnia ellenzéki gondolkodóknak is, vagy kampány stratégiáknak, mert leírja benne Géfodor Gábor azt, hogy a Fidesz és Orbán Viktor sikerének a titka az, hogy mindig olyan ügyeket próbál találni, amik mellett ugye többsége van a Fidesznek, és úgy kell megválasztani a frontvonalakat egy politikai küzdelemben, hogy hozzátartozzon a többség. Hosszasan lehetne sorolni a példákat, mint a migráció kérdés és más, hogy miképpen tesz központi kérdési a Fidesz, persze egy kampánygépezettel megtámogatva, hogy miről szóljon a magyar közélet, és olyan ügyekről szóljon a magyar közélet, amik mögött egy többség van a Fidesznek. Na most, az ellenzéknek lehetnének olyan ügyei, amik mögött többsége van. 2018. decemberében ilyen volt a rabszolgatörvény, most ilyen a tanárok béremelése. Elmehelyett mi lett ebből? Ahelyett, hogy vinné tovább azokat az ügyeket, amelyek mögött többsége van, és mondjuk így, hogy a Fidesz részéről is, hogy a Fidesz szavazók egy részéről is szimpátiával találkozhatna ez a küzdelem, mind a rabszolgatörvény ellen, mind mondjuk a tanárok béremeléséért. Ehelyett az egészből 2018. decemberében végül egy ilyen szólásszabadságügyet csináltak, hogy akkor bemessünk a magyar állami tévébe, és ott történt ez a balhézás. Elit ügyét csinálták a dolgozók ügyéből. Igen, az elit ügyét csinálták a dolgozók ügyéből, ráadásul a baloldali vagy az ellenzéki elit ügyét csinálták az összdolgozók ügyéből. Mert onnantól kezdve, hogy az egészből egy székházostrom lett, és azt, hogy bemetünk el, és a petíciónkat felolvashatjuk-e, nyilván az a Fidesz szavazó, aki esetleg elbizonytalanodott, hogy a rabszolgatörvény az nekem is rossz, ott már rögtön visszazárhatott a pártba, és az identitására találhatott, ahogy most is, onnantól kezdve, hogy a béremelési követelés, meg a felsőoktatás, vagy nem is a felsőoktatás, az egész magyar köz- és ugye felsőoktatásnak a problémája, az hirtelen itt a újabb és újabb kordonbontásokba torkollik. Ebben nyilván már egy esetleg elbizonytalanodó kormánypárti szavazó, aki korábban maga is problémának látatta azt, hogy a kormány miképpen nem kezeli, vagy mennyire erővel, hát ilyen Pintér Sándori eszközökkel kezeli ezt a problémát, vagyis hogy kus legyen, és beállni a sorba. Rögtön megint megtalálja az identitását, hiszen csak azt láthatja, hogy kordonbontás van. Tehát könnyen találja magát újból a kordon másik oldalán. Én értem, hogy most az a szlogen, hogy a könyvgáz nem tanít. Én értem, hogy most ezt kéne skandálni, ezt kéne kiabálni. Csak hogy a Gyurcsány takarodj még nem teljesült. Tehát ez az igazi nagy probléma, hogy könnyű lenne most lépni a következő szlogenre, de amíg az előző mozgalomnak a szlogenje még nem teljesült, mert Orbán Viktor mindent teljesített, amit megígért az oligarcháinak, a pártelitjének, a hűbéreseinek, de semmit nem teljesít, amit 2010-ben az első kétharmados megválasztása a fülke forradalma előtt ígért a magyaroknak, mert egyetlen ígérete volt a magyaroknak. Egy ígéret, ez a 2010-es Fidesz kampány egy ígéretes kampány volt. Gyurcsány számon kérése. Ez volt az egy ígéret. Erre kapta a kétharmadot Orbán Viktor. Erre kapta. Nem arra, hogy berendezze ezt a rendszert itt. Nem arra, hogy a vármegyéket eluralja, és a oligarchái közt szétossza. Nem arra kapta, hogy Magyarországot Moszkvához csatolja, hanem arra, hogy a Gyurcsány számon kérje. Ez az egy valahogy nem teljesült. Milyen különös. És ez Orbán Viktor szabadkártyája a végtelen hatalomhoz, a végtelen idejű és a végtelen mértékű hatalomhoz. Mert amíg Gyurcsány még mindig ott van a parlamentben, amíg Gyurcsány még mindig a baloldalnak, és ma is a baloldalnak, sőt, újra, még mindig és már megint a baloldalnak a vezére Gyurcsány Ferenc, addig Orbán Viktor csak egy kávét kér, mert ezt az összevetést ma is kiállja, és mindörökké ki fogja állni. Az a helyzet, hogy nehéz úgy a könyvgáz nem tanítra lépni, hogy a Gyurcsány takarodj élményébe nem, hogy beleragadt a magyarság,
hanem egy rendszer épült erre az élményre, amihez pedig kell a Gyurcsány. A Gyurcsány takarodj élményéhez, ahhoz, hogy ez rendszerré szilárduljon, ahhoz a Gyurcsánynak az állandó jelenléte kell, kvázi Gyurcsány anteportász állapotban kell tartani a magyarságot. Ennek megfelelően Gyurcsány és a DK igenis rendszerpárt. Ezt kell megérteni. Nem kevésbé rendszerpárt, mint a mi hazánk, vagy akár a Fidesz. Az az érdekes, hogy itt a Fidesznek a mondjuk, értelmisége, vagy legalábbis hát a beszélőfejei, ugye végképpen jutottak el onnan, hogy 2010-ben az volt az ígéret, hogy minden másképpen lesz. Ugye ma már az érvek a kormánypolitikája mellett legtöbbször már csak arra szorítkoztak, hogy miért 2006-ban másképpen volt. Tehát, hogy ugyanazt csináltátok. Egyébként szerintem nem ugyanazt csinálták, mert a Marsznak abban is igaza van, hogy a mennyiség átcsap minőségbe, és itt azért a mennyiség már akkora, hogy ez már minőségi változás jelent. Igen, de tudod, nem is lehet összehasonlítani. Akkor tudnánk összehasonlítani, hogy a Gyurcsánynak kétharmada lett volna. Azért láttuk, hogy kétharmad nélkül mit csinált meg a Gyurcsány. És azzal megácsolt ennek a kétharmadnak, meg annak a következménytelenségnek, amire aztán Orbán Viktor a saját most már 13. éves hatalmát építette. Az a nagy következménytelenség, ami 2006-ot követte, vagy hát nem követte, az teremtette meg az Orbán rendszer legitimációját. Ez a helyzet. Amennyiben még mindig ugyanazt a 7 pontot tűzi ki Hatházi Ákos, mint március végén, abban ilyen követelések szerepelnek, mint a sajtószabadság visszaállítása és a fizetett propagandistáknak a megszüntetése, a különleges jogrend megszüntetése, arányos képviseletet biztosító tiszta és szabad választások, kormányzati körökből szervezett korrupciónak a lenullázása, a sztrájkjog, hogy azzal élhessen is, akit egyébként megillet, a különböző szervezetekbe arányos vezetést, mint a számvevőszék, GVH, Alkotmánybíróság, NAV, stb., illetve természeti környezetünk és a jövő generációk érdekeinek védelmét, fenntartható klíma és gazdaság politikát követel. Azért itt vannak olyan dolgok, azt hiszem, hogy itt a kevesebb több lenne, hogy azt mondanám, hogy egyet kiválasztok, ami tényleg a ti saratok, és meg is, és van hatalmatok megváltoztatni, és ezt kérem, vagy ezek között lehet, hogy 2-3 van ilyen. De annyira ki van terjesztve, hogy ez már nem arról szól, hogy én mit követelek, hanem hogy nézzétek, én az vagyok, aki ezeket a dolgokat szeretné. Ugye milyen jó és helyes dolgokat szeretnék. De rossz helyen követelem. Szerintem ez különböző, nem is tudom, grémiumoktól lehet összegerebjézni ezeket. Az önmagában botrányos, hogy milyen sztrájktörvény van Magyarországon, az, hogy úgy engedik sztrájkolni a pedagógusokat, hogy lényegében nem sztrájkolnak. Ráadásul még ugye a polgári engedetlenséget is ugye büntetendőnek tartják, tehát eleve tagadják a polgári engedetlenség fogalmát itt a Pintér Sándori belügyben. Lényegében ezzel az egész ilyen a polgári engedetlenség az az Antigóné történetével kezdődik Szófoklész drámájában. És hosszasan lehet sorolni ugye a példákat a kultúránkból a polgári engedetlenségre és a kiállásra, és ugye a polgári engedetlenség mennyiben lendített előre az egész ugye, kultúránkat, meg ugye mind a életünket. És ez van tagadva, ezt lehetetlenítik el, és hát tényleg azt, hogy nem lehet sztrájkolni ebben a rendszerben. Ha csak a sztrájk kérdését a középpontba helyeznék, és hát az, hogy botrány, az, hogy mennyire nem lehet, az önmagában elég lenne. Kevés erője van az ellenzéknek, ezért célirányosan egy ponton kéne támadni, és nem szétszórni az erőket mindenféle követelésekkel. A könyvgáz kapcsán Gréci Zsolt írt Horn Gábor elkölcse címmel, és ebben idézi előbb Horn Gábort, aki azt írja, a Gyurcsány kormánynak magam is tagja voltam, határtalanul rosszul voltam a korabeli rendőri agressziótól, és egyáltalán nem mentve az akkori szörnyűségeket megjegyzem, hogy akkor több mint 200 rendőr szorult egészségügyi ellátásra a TV-székház ostroma után, majd ezt követően mint egy revansként léptek fel a rendőrök a megbocsájtatatlan agresszióval. Gréci Zsolt erre reagálva így nyilatkozik. Gábor, te melyik országban éltél 2006-ban? Nem vetted észre, hogy betonlapokkal, baseballütőkkel, kövekkel, autókból irányítva támadtak a rendőreire 2006-ban? Nem revansként, hanem azért, mert Orbán tudatosan, előre megfontolt szándékkal összeresztette a városban törőzúzó garázdákat az Asztóriánál rendezett fideszes nagygyűléssel. És mindez egy hónappal a TV-székház elleni gyalázatos támadás után.
Mindezt azért, mert Orbán kétszer egymás után vesztett választást, így lehettél államtitkár. Szerinted a világon bárhol mit tesznek a rendőrök, ha megtámadják őket, ha kirakatokat zúznak, be autókat gyújtanak fel, és törvénytelenül hidat foglalnak? Bizony erőszakot alkalmaznak, az a dolguk. Nem, nem, ez nagyon, na látod, ezt Gréci... A volt SZDSZ-es és hát a Gyurcsány párt, tehát akár mondanám, hogy volt MSZP-s, de ő volt DK-s képviselő, beszélget egymással éppen nagyon kemény. Ez a Gréci Zsolt, ez nagyon rosszul látja, hogy az erőszak alkalmazása a dolga a rendőrségnek. Ez a kádári rendőrségnek, ez a diktatúra rendőrségének a dolga, hogy erőszakot alkalmazzon. A rendőrségnek amúgy az a dolga, hogy az erőszakot megakadályozza. Mert erőszak monopólium van. A rendőrségnek az a dolga, hogy az erőszakkal szemben szakszerűen lépjen fel. A rendőrnek az a dolga, hogy azokat, akik erőszakoskodnak, azokat szakszerűen nem az erőszak kedvéért, hanem az erőszakot, az erőszak megszüntetésének érdekében és megszüntetésének erejéig alkalmazza. Na most, amikor hatan körbeállnak megkülönböztető jelzés nélkül egy állampolgárt, és azt rugdossák a földön, az nem a szakszerű rendőri intézkedés, hanem az egy diktatúrának a rendőrsége, nem a Gyurcsányi diktatúrái, hanem a kádári, még a kádári diktatúra rendőrségének a módszertana, amit a Gyurcsány is használt, alkalmazott. Mire? A köztársaság intézményrendszerének a szétverésére. A köztársaság felszámolására alkalmazta ezt a rendőri erőszakot. Az a tény, hogy a tüntetők betonlapokkal, baseballütőkkel, kövekkel támadtak a rendőreire. Ez nem mentség arra, hogy a rendőrök erőszakoskodjanak. Az nem mentség, és nem magyarázza semmilyen módon azt, hogy a rendőrökön nincsen olyan jelzés, ami alapján az egyik rendőrt azonosítani, nincs azonosító jel rajtuk. Ez nem mentség. Annak a tüntetőnek önmagáért kell jót állnia, önmagáért kell felelősséget vállalnia. Ha ő törvénytelenséget követ el, mondjuk rátámad a rendőreire betonlapokkal, vagy baseballütőkkel, azért őt számon lehet kérni. Az az ő személyes dolga, amit a rendőr elkövet, az viszont mindnyájunké, mert az a mi közösségünk nevében történik. Amikor a rendőr ütlegeli a földön azt a tüntetőt, akkor azt az erőszakot mi mind közösen követjük el, a mi nevünkben, a mi felhatalmazásunkkal követi el az a rendőr, de nem erre kapta a felhatalmazást tőlünk. Mi tőlünk az a rendőr a felhatalmazást arra kapta, hogy törvényesen járjon el, csak hogy ez alól a felhatalmazás alól felmentette őt Gyurcsány, meg Gergény, amikor leszerelte róla az azonosító jelet, és amikor felfegyverezte olyan eszközökkel, amik nincsenek is a rendőrség állományában, például viperákkal. És amikor szabadjára engedte, kvázi levette, lecsatolta a láncról a kutyáit, és azt mondta, hogy menjetek és portyázzatok. Portyázzatok kedvetekre. És most jön Horn Gábor, aki rosszul volt annak idején a korabeli rendőri agressziótól. Rosszul volt. De annyira nem volt rosszul, hogy lemondjon. Annyira nem volt rosszul, hogy konfrontálja a rendszert azzal, ami elfogadhatatlan, és azzal, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Annyira nem volt rosszul, hogy megkísérelje megmenteni a köztársaságot, ahogyan Hajós András tette, amikor bement a Hír TV-be, és felszólította, vagy legalábbis felkérte Gyurcsány Ferencet arra, hogy mondjon le. Annyira nem volt rosszul, hogy a jó kis bársonyszékét átadja valaki másnak. Hanem most, amikor már jól látható, hogy hova torkolt, hogy mit eredményezett az a politika, amit akkor Horn Gáborék folytattak, most ő utólag rosszul van. Utólag ő visszavetíti a történetben az ő rosszul létét akkorra. Az a helyzet, hogy akkor kellett volna rosszul lenni, amikor államtitkárnak tetszett lenni. Akkor kellett volna rosszul lenni, akkor kellett volna azt a hatalmat, amely hatalomnak ő a berkeiben volt, konfrontálni azzal, mondjuk ki lehetett volna lépni a koalícióból.
Mondjuk, az egy olyan pillanat volt, amikor ezt meg lehetett volna tenni, esetleg meg lehetett volna kísérelni, menteni a köztársaságot, de nem, mert fontosabb volt a törzsi érdek, és a törzsi érdek összetartotta az SZDSZ-t és az MSZP-t. Ugye, hát végül 2008 márciusa után, a szociális népszavazás után, amit talán ugye Horg Gábor értékelt a legjobban, és a leglényeglátóbban, amikor megmondta, hogy mit is mondtak valójában a szavazók. Ugye végül az SZDSZ kilépett a koalícióból, miután Gyurcsány Ferenc egy oldalon fölmentette Horváth Ágnes SZDSZ-es egészségügyi minisztert, tehát végül ez a kilépés megtörtént. Az biztos, hogyha 2006 őszén akár lemondással vagy valami erősebb nyomással tiltakoznak, akkor el lehetett volna kerülni a 2010-es Fideszes kétharmadot, és másképpen alakulhat talán itt a harmadik magyar köztársaságnak a sorsa. Én meg a Horn Gábortól okádok. Mert a Gréci Zsolt az az, ami. Az egy gazember gyurcsányista. De az, ami. És ő nem adja ki magát másnak. A Horn Gábor meg úgy egy gazember gyurcsányista, hogy kiadja magát demokratának. És ő most utólag, visszamenőleg rosszul van, meg okádni tud a rendőri erőszaktól, de akkor és ott, amikor meg lehetett volna menteni a köztársaságot, amikor ki lehetett volna állni az emberi és polgári jogok mellett, akkor röhögés volt, tudod, meg révész mártíriuszozás volt. De azt ugye, nem tudom, hogy azt a Kunce adta elő. Azt a Kunce adta elő. Hát a pártjának az elnöke. Ja, az bocsánat, azt a Kunce Gábor adta elő, és érdekes módon Horn Gábor nem lépett ki a pártból, és érdekes módon Horn Gábor nem lépett ki a koalícióból, és érdekes módon Horn Gábor nem adta át a jó kis pozícióját. Érdekes módon Horn Gábor kitartott Gyurcsány mellett. De nem most feltétlenül már... a pozíciót feladása kell legyen ilyenkor, meg a lemondása valami, de legalább egy számonkérés. Én nem vezetek erről listát, de tényleg a Baló György, meg a Hajós András tűnik ebből a távlatból úgy, mint akinek akkor van helyén az esze, meg a szíve, amikor bizony, amikor kellett bizony, volna. Bizony, bizony, és az a helyzet, hogy újra meg újra jönnek szembe velem ezek a minőségű kommentek, mint amivel itt a Gréci Zsolt él, hogy na de a tüntetők mit csináltak? De könyörgöm, a tüntetők világszerte. Publicisztika, Robert, nem komment. A tüntetők világszerte ezt csinálják, a tüntetők világszerte baseballütőkkel, betonlapokkal mennek neki a rendőröknek. Kivéve, amikor DJ-znek, ugye, mint nyáron a katatörvény megszüntetése után. Úgy értem, hogy társadalmakban. Társadalmakban, nem lakott területeken, hanem társadalmakban. A tüntető, tudod, a tüntető az magáért áll jót. Az a tüntető megszegte a törvényt. Világos, hogy megszegte. Hol hatalmazza ez föl a magyar államot arra, hogy megszegje a törvényt, és törvénytelen módon járjon el az állampolgárral szemben? Azt, amit a rendőrség csinál, azért Gyurcsánynak kell felelni. Azt, amiért az állampolgár csinál, azért meg az állampolgárnak kell felelni. Egy jogállamban az állampolgár számon kérhető azért, amit tesz. Senki nem mondta, hogy azok a foci huligánok, akik baseballütőkkel meg betonlapokkal mentek a rendőröknek, azok helyesen vagy jogosan vagy törvényesen jártak el. Tudták, ismerték a jogaikat, megsértették a jogaikat, számon lehet érte őket kérni. De milyen logika már ez, hogy amikor azok a tüntetők hogy jártak el, hát akkor a rendőrnek is szabadjon. Nem, így egy diktatúra rendőrsége, így egy diktatúra karhatalma gondolkodik. Egy demokráciában meg az a tény, hogy állampolgárok megsértik a törvényeket, nem hatalmazza fel az erőszakszervezeteket arra, hogy visszaéljenek a törvény adta jogaikkal, vagy hogy felfüggesszék a törvényes rendet. És kvázi terroristáknak álljanak. Ma emlékezik meg Vlagyimir Putyin a náci Németország felett aratott szovjet győzelemről a Vörös téren, mindeközben egy viharos hét előzi meg a beszédét. Drónok támadták meg a Kremlt, és egyik legfőbb háborús vezetője, Jevgenyij Prigozsin lázadással fenyegetőzött. A hagyományos moszkvai Vörös téren megtartott katonai parádét idén is megrendezik, azonban több vidéki régióban mondták le az ünnepséget az esetleges ukrán szabotás akciókra hivatkozva. Olyan idegesség van, amilyet még soha nem láttam, mondta a moszkvai polgármesteri hivatal egyik tisztviselője. Fontos változás idén, hogy elmarad a halhatatlan ezred moszkvai felvonulása. Putyin számára messze ez a legfontosabb esemény az évben, mert legitimációját ebből a felvonulásból származtatja. Magát a náci Németországot legyőző hadsereg közvetlen utódjaként beállítva. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közben Putyin Oroszországát Hitler Németországához hasonlította, és arról beszélt, hogy a Kreml a nácikhoz hasonlóan pusztít, és rabszolgasorsba taszítana másokat. De nem fognak sikerrel járni.
két buborék, és a két buborék egymással teljesen ellentétes, ugyanakkor teljesen azonos, csak az előjelében különböző konteót gyárt a másikról. Ugye Kijev azt mondja, hogy Moszkva, a harmadik birodalom Berlinje, Moszkva meg azt mondja, hogy Kijev a harmadik birodalom Berlinje. Hát lássuk be, hogy egyik sem a harmadik birodalom Berlinje, de ha valamelyik inkább hasonlít a harmadik birodalom Berlinjére, hát az azért inkább Moszkva, mint Kijev. Hogyha valaki inkább tekinthető, hasonlítható a Hitlerhez, az alig ha a zsidó származású Zelenszkij. Te nincs egy olyan érzésed, hogyha ez az utcán röviden történik meg ez a konfliktus, hogy egy utcasarkon egy sötét alak egy másik sötét alakkal találkozik, és így egymásnak, hogy mi van, ja, náci, te vagy a náci, ja, azt hittem, hogy ja, jó, mind a kettőnknek ugyanattól van fóbiája, akkor minden rendben van, jó van, haver, akkor nem, szevasz. Valójában egymástól van fóbiájuk, és a másikra mondható legsötétebb ráolvasás az az, hogy te Hitler vagy. De ha mind a ketten ezt mondják, akkor ezek szerint nem ezzel van a probléma, ezt talán abba kéne hagyni. Amúgy miért ne lehetne mindkét oldalt lenácizni? Azt hiszem, hogy lehetne ezekben éppen talán, és nem ugyanolyan alapon nácizzák le egymást. Az egyik a mondjuk az oroszok, az ukránokat a kisebbségi politikájuk miatt, míg az oroszokat pedig a hatalmi és területi törekvéseik miatt. Igen, de az úgy nem megy, hogy páros napokon lipsizzük Kijevet, páratlan napokon meg nácizzuk Kijevet. Mert ezek az érvek, ezek kioltják egymást, mint hogyha egyszerre nyomnád a gázt meg a féket. Hát páros napokon, a páratlan napokon előadott narratívád ellen érvelsz. Így nem lehet érvelni. Most akkor az a baj Kijevvel, hogy a liberális, rothadó, korrupt, élveteg, LMBT aktivizmusban, meg liberalizmusban feloldódó, identitást vesztő, nemzeti keresztény gyökereit feladó nyugatnak az egyik ilyen bábállama, vagy pedig, hogy Hitler harmadik birodalomhoz hasonló Németországát idéző fasiszta rezsim. Hát akkor most melyik a probléma? Mert a helyzet az, hogy az Oroszországgal meg Moszkvával kapcsolatban egy narratíva van, hogy ez egy diktatórikus rémrezsim. Egy diktatórikus, vagy legalábbis despotikus rémrezsim. Azért ebbe az a hitleri analógia lehet túlzás, de legalábbis illeszkedik, beleilleszthető. De most az a ráolvasás, hogy a Zelenszkij, aki amúgy Washingtonnak meg a globalistáknak az ügynöke, és egyidejűleg meg Adolf Hitler és a fasisztáknak, az Azov fasisztáinak a vezére, miközben zsidó a csávó, hát legalábbis kicsorbul a valóságon. Meg lehet oldani, hogy ez is igaz legyen, amennyiben az amerikaiak a nácik, és így már értelme van annak, hogy az amerikaiak dolgozik, de hát náci, az akkor, náci, mert az amerikaiak a nácik. És az, hogy de akkor kik a lipsik? És az, hogy zsidó, az pedig azért nem probléma ennél az állításnál, hiszen a holokausztot is zsidók találták ki maguk ellen, és már is megoldottuk azt az ellentmondást. Igen, csak az a probléma, hogy tudod, hogyha Kijev meg Washington meg Brüsszel a nácik, akkor kik a lipsik? Erre a szerepre kéne találni valakit. Hát eddig az volt, hogy ők a lipsik. Akkor most a nácik és a lipsik azok azonosak, de akkor kik állnak velük szemben? Mi Moszkva? És akkor a Moszkva a normalitás. Fél út a nácik és a lipsik között. Lehet, hogy csak empátiából nácik, mert a liberalizmus mondatja velük, hogy lehessen már nácinak is lenni. De hogy kell amikor mondott te, hogy olyan világban szeretnél lenni, ahol szabad ilyeneket mondani, és majd megszégyenítik érte, nem pedig nem szabad ilyeneket mondani. És akkor ők most azzal demozzák azt, hogy a szabadság az fontos, hogy szabadjon nácinak is lenni. De ha a náci meg a lipsi ugyanaz a személy, és mind a kettő Joe Biden, akkor hogy kell félúton lenni Joe Biden és Joe Biden között? Az már Joe Bidenen belül van. A két tüdeje között vagy félúton, vagy a két agyfélteke között vagy félúton? A tüdejét könnyebb megtalálni.
Ugye, amiben mindenféleképpen hasonló ugye Hitler és Putyin, az az, hogy miképpen érik el totálisan az ellenkezőjét annak, amit szerettek volna. És Sebastian Hefner nevű szerző írta még a 60-as években a Megjegyzések Hitlerről című könyvet, ami egy nagyon inspiráló munka volt. Többek között abban fogalmazta meg a Hefner, hogy amennyiben Hitlerrel 1936-ban egy merénylő végez, akkor a német történelem legnagyobbjaként tartották volna számon, mint aki a válságból kivezeti Németországot, a gazdasági világválságból, aki visszaadja a hitet Németországnak, megindul egy prosperitás útján, és ugye erőgyűjt. És meg lehet, hogy a fasizmusból lett volna a nyugati civilizáció organikus fejlődési iránya. Akkor már nagyon sok, tehát Európában már az egy domináns vezetési modell volt Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, az akkor egy olyan alternatíva volt, ami a brit elit körében is nagyon vonzó volt, Amerikában is az elit körében voltak olyanok, akik ebbe az irányba tértek volna el. Tulajdonképpen attól lett ez a balliberális nyugati világ, ez az észak-atlanti világrend ennyire lipsi, meg ennyire ballipsi, hogy a Hitler szétégette a fasizmust, mint vezetési modellt a II. Világháború, és főleg a holokauszt képében. Itt szerettem volna folytatni, hogy még hogyha valóban sokáig a legnagyobbjaként tartották volna számon, azért a Dachaui koncentrációs tábort 1933-ban létesítették, tehát azért valami revízió végbe ment volna utólag a történelemben, valami Hitler átértéklés. De itt valóban az történt, hogy a Hitler az, aki egyszer is mindenkorra, lemélhetőleg mindenkorra, ugye diszkreditált az antiszemitizmust. Ő volt az, aki Németországot Európa a legnagyobb hatalmává akarta volna tenni, eljött egy földbe döngölt Németország lett, kettészakított Németország. Aztán Izrael létrejötte az a náci Németországnak a következménye, ugye a második világháború után, és még lehetne sorolni, hogy mindig az ellenkezője valósult meg végül, mint amit lehet szeretett volna. Tao Te King, amit erősítenek, az meggyengül, amit gyengítenek, megerősödik. És ugye Putyin is, ha 2000, ugye mikor 2008-ig tartott volna az első elnöki mandátuma, ha akkor visszavonul, akkor az orosz történelem, tehát európai kitekintésben egy nagy államférfiként tartották volna számon, aki a jelcini kaotikus időszak után leszámol mondjuk az oligarchákkal, rendet tesz, Oroszországot egy növekedési pályára állítja, egyébként lyuk voltak akkor a diplomáciai kapcsolatok. Aztán 2008-ban jött ugye a grúziai háború, az volt az első ilyen komoly jel, kihasználva a Peking olimpiát. És azóta is, hogyha megnézzük, akkor ugye Oroszországot nagyja akarta tenni, ehelyett kiderül, hogy lehet, hogy nem, hogy a világon a második legerősebb hadsereg az orosz, hanem lehet, hogy Ukrajnában is csak a második legerősebb hadsereg. Aztán föléptek Ukrajna ellen, mert hogy ne legyen ugye NATO tag, visszaszorítsák a NATO-t, ebből ugye Finnország és hát Svédország ugye NATO csatlakozása lesz. És ami nagyon fontos, hogy a Szovjetunió egész legitimációjában, vagy az, hogy Oroszországra tekintünk, itt valóban itt a győzelem napja. És az, hogy a szovjetek azok, akik a II. Világháborúban legnagyobb szerepvállást hajtották végre, hiszen a keleti fronton dőlt el a háború, az, hogy leverik a náci Németországot, és mondjuk így a liberális demokraták számára is a szovjetek voltak ugye a kisebbik rossz, ezért tudtak ugye összefogni velük, az egy legitimációja volt a Szovjetuniónak. Amit ki is használt az egész putyinista emlékezett politika, ezért tudnak Sztálinnal is azonosulni lényegében, azon túl, hogy egy birodalmi politikusként tekintenek rá. És most az egész antifasiszta mitológiát, amiből táplálkozik Oroszország legitimációja, a posztszovjet Oroszország legitimációja is, itt a gyerekek deportálásával, a bucsai vérengzéssel, tömeggyilkosságokkal, mindennel ezt is ellehetetlenítik. Tehát a különböző dolgokban éri el Putyin a teljes ellenkezőjét, mint amit szeretett volna csinálni. Biztosak lehetünk abban, hogy már bánja ezt a háborút. Abban biztosak lehetünk, csak ez elismerhetetlen. És már nincs mód arcavesztése nélkül kihátrálni ebből a helyzetből, ami behozta magát. Azt mondják, hogy azt írja itt, hogy több vidéki régióban mondták le az ünnepségeket az esetleges ukrán szabotázs akcióktól tartva. A Vöröstéren mégis lesz megemlékezés, vagy van éppen, valószínűleg elkéstem a jó tanácsommal, de ilyenkor egyszerűen Zalaegerszegen kell ünnepelni, vagy Kiskörösön Petőfi szülőházánál. Ha nem sikerült volna, vagy elmulasztottak, küldöttet küldeni a CPEC konferenciára, itt a recept Magyarországon, exportkész, be van csomagolva, masnival átkötve.
Orbán Viktort kell utánozni, és minden a legnagyobb rendben lesz. Igen. A győzelemnap ünnepség a Szibérián túli Ufában, vagy valami. Négy ember és egy rénszarvas jelenlétében. Amúgy itt aggasztól lehet számukra vajon ez a drón támadás a Kreml ellen, vagy az is, mintha az első napokban ukránok, áll nem mégis amerikaiak, de egyébként kitartózkodik éjszaka a Kremlben, amikor a támadás történt. Nekem nagyon gyanús ez a drón támadás. Én nem láttam. Jó, az ukránok egyébként, ugye van most egy ilyen Matthias Rust akciójuk, vagy programjuk, amiben ugye nem véletlenül idézik meg azt a német pilótát, aki 1987-ben kihasználva azt, hogy az orosz légvédelem éppen volt foglalva egy légiszerencsétlenség miatt, és ebben dekoncentrált volt minimum a szovjet légvédelem, ugye leszállt a Vörös téren a sportrepülőgépével, és az elképesztően megalázó volt a szovjeteknek. Tehát az, hogy egy német sportrepülő elrepül, és aztán leszáll a Vörös téren, hát ez egy hatalmas csapás volt egy szuperhatalomnak. Akár atombomba is lehetett volna rajta. Igen. Tudod, és lejthette volna. És észre se veszik, tudod, arra kapták volna fel a fejüket, hogy gombafelhő emelkedik. És akkor egyedül csak ebből a szempontból lehetne mondjuk ukrán ez a drón támadás, hogy bizonyítani azt, hogy elrepülünk ugye a Kremlig, és ez csapás az orosz légvédelem nimbuszára. De tekintve azt, az oroszok ugye mindent ugye túlreagálnak, és csak ki tudnák használni ezt valami ellen csapásra, hogy meg is tették. Nem hiszem, hogy az ukránok tették volna, és nem hiszem, hogy az amerikaiak, akik azért eléggé szigorú felügyeletet tartanak az ukránok fölött, hogy mit engednek nekik, és mit nem. Nehogy ugye Oroszországot támadják konkrétan, nem hiszem, hogy ez vagy amerikai, vagy ukrán részül lett volna. Inkább tartom elképzelhetőnek, és inkább ilyen viccbe illő volt az egész dróntámadás, hogy ez egy megrendezett akció volt az oroszok részéről. De ez csak feltételezés. A 2016-ban elhunyt Umberto Eco egyszerre volt író, filozófus, kritikus és tanár. 1995-ben írt egy cikket arról, hogy miről ismerszik meg a modern fasizmus. A fasizmus nem ugyanaz, mint a nácizmus. Erre Eco is kitér a szövegben, és mivel itthon néha szokás a kettőt egymásnak megfeleltetve használni, ezért érdemes ezt hamar tisztázni. A két politikai rendszernek vannak ugyan hasonló jegyei, de alapvető különbség, hogy a nácizmus mindenképpen egy totalitáriánus rendszert hoz létre, és fontos alapja a fajelmélet. Ezekre lehet nyitott egy fasiszta rendszer is, de nélkülük is beszélhetünk fasizmusról. A fasizmus inkább a nacionalista indítatású, autoriter rendszerek gyűjtő fogalma. Eco arra figyelmeztet, hogy a fasizmus tetteneréséhez nem olyan rendszereket és pártokat kell keresni, amelyek egy az egyben hasonlítanak a névadó 20. század közepi mozgalmakra. A fasiszta ideológia nem túl kötött, de Eco szerint fontos alapja a hagyomány kultusza. Ez azt jelenti, hogy a fasiszta pártok azt sugallják, hogy egyszer, valamikor régen volt egy tiszta, nemes korszak, és nekünk ahhoz kell visszatérni. Ehhez meg kell szabadulni a modern rárakódásoktól, attól a zavaros mocsoktól, amit a felvilágosodás a racionalizmus hozott. Umberto Eco egy szuperértelmiségiként 1995-ben publikálta a New York Review of Books-ban a mindenkori fasizmus címmel magyarra fordított esszéjét, amiben ő lényegében azt kísérelte meg, hogy 14 pontban definiálja azt, hogy mi az, ami a különböző fasisztoid mozgalmakban a közös. Lényegében a dimitrovi fasizmus koncepció, a klasszikus marxista fasizmus koncepció, ugye mindent egybe próbált nyomni, egy fasizmust alkotni, amiben a nácikat is beleszorította, a fasisztákat is, Salazar Portugáliáját, hogy minden legyen egy fasizmus. És azóta az eszmetörténeti kutatás azon dolgozott, hogy pont szétvegye a különböző fasisztoid rendszereket. És erre válaszul Umberto Eco írta meg ezt az eszét, amiben arra próbált rámutatni, hogy mégis mi az, ami közös ezekben a fasisztoid rendszerekben, és a 14 pontban találta meg. És ő ezt többek között azért írta meg, mert ahogy ugye Hitler diszkreditálta az antiszemitizmust, ugyanúgy a fasizmus az elképesztően lejáratódott. És hogy a 90-es évek közepén nem volt olyan komolyan vehető erő, amely magát nyíltan fasisztáként határozta volna meg magát, ahogy ma is, ugye fasisztaként nem határozza meg magát egy nyugati politikus. Sőt, egy keleti politikus se. Mert azzal diszkreditálná magát. De attól még, hogy nem nevezi magát fasisztának egy politikus vagy egy párt, attól még lehet fasiszta az Eco definíció szerint.
És akkor végigmennénk, hogy miből áll ezekből a, miből áll ez a mindenkori fasizmus. Ugye Umberto Eco definíciója szerint nagyon fontos a hagyománykultusz. És ebből ered ez a mindenkori fasizmus, és itt fontos a felvilágosodás. Legutóbb beszélgettünk arról, nem is olyan rég beszélgettünk arról, hogy van egy ilyen racionális és irracionális szembenállás. És mondjuk még a liberalizmus vagy a szocializmus a felvilágosodásból eredezteti magát, racionalista ideológiaként, a fasisztai gondolatok, és többek között a nácizmus is, ugye irracionális, és a felvilágosodása szemben határozza meg magát, a vérkultusz, sok minden ebből ered. De mindenféleképpen az, hogy feltételezik, hogy van valami isteni tudás, ami tovább nem gyarapítható. És a felvilágosodás hívei ott követik el a hibát, hogy próbálják gyarapítani a tudást. Velük szemben ugye a fasiszták is azt gondolják, hogy itt a hagyomány maga a tudás. Ebből a tradicionalizmusból következik az antimodernizmus, ez a második pont. Vagyis, hogy a felvilágosodás utáni másfél évszázadot, vagy azóta mindent ugye hanyatlásként érnek meg, valami romlásként. Azt, hogy mióta az ember, meg mióta az értelmiségiek maguk istenekként próbálnak tekinteni egy szekuláris, elistenteledett világban, az hanyatláshoz vezetett. És ezért a fasiszták a tradicionalizmusból következően ugye antimodernisták. De fontos, hogy például a nácik, meg a fasiszták is a modernitás eszközeivel, a modernitás technikai eszközeivel ugye antimodernisták. A harmadik pontként a felvilágosodás ellenségből következik az antiintellektualizmus. Vagyis, hogy a vitáknak az elítélése, és azzal szemben, hogy a cselekvés kultusz. Ugye az ész helyett, hiszen az ész az romlásba vitt mindent, ahelyett az erő dicsőítik, és a cselekvést. Ez az erő dicsőítése az ész helyett, ez is egy nagyon lényegi, ugye fasiszta gondolati elem, és hát ebből adódik például, hogy mondjuk az értelmiségieket miképpen kritizálják, ugye a tojásfejűek az egyetemeken, vagy éppenséggel ugye Eco arra hivatkozik, hogy Olaszországban a jobb oldal ugye mindig komcsifészkekként írja le az egyetemeket, az egyetemi központokat. A negyedik pont arról szól, hogy ugye mivel a hagyománykultuszból következik, hogy a tudás nem gyarapítható, az erőkultuszból pedig az, hogy az intellektuális viták csak meddőek, mert vitatkozás helyett cselekedni kell, így aki a cselekvés vélt helyes irányát kétségbe vonja, és vitatkozni akar, ahelyett, hogy cselekedne, azzal lényegében elárulja a közösséget. Mert a közösséget akadályozza a cselekvésben, hogy megoldja a problémákat. Tehát minden kételkedő, minden vitatkozó, az egyben ugye áruló is, mert a cselekvést akadályozza. És itt jön az ötödik pontként a másiktól való irtózás. Ugye, mivel a közösség egy véleményen van, aki más nézetet képvisel, és aki vitatkozni akar, az a cselekvést akadályozza, így a másként gondolkodás az veszélyes ebben a fasisztoid gondolkodásban. És a politikai intellektuális ellenfélből, ugye az ellenfélből így ellenség lesz. Hiszen akadályoz minket a cselekvésben, és nem egyszerűen ellenfél, akivel meg lehet vitatni valamit, hanem önmagában a vitának a kezdeményezése az árulássá minősül, mert akadályoz ezzel minket. A hatodik pontként Eco azt veszi végig, hogy mi alkotja a társadalmi bázisát ezeknek a fasisztoid mozgalmaknak. És azt írja Eco, hogy az ősfasizmus egyéni vagy társadalmi frusztrációból fakad. Vagyis, hogy jellemzően kell az egy lecsúszó réteg, amely fenyegetve érzi magát, és lényegében ugye a fasisztoid vezető, ugye a mindenkori fasiszta vezető, az kínálja azt, hogy én megvédelek téged a másiktól, valami fenyegetéstől. Hitler is ugye a gazdasági világválság után annak segítségével tud hatalomba emelkedni. És ez lehet, hogy egy gazdasági fenyegetettség, tehát, hogy te lecsúszol, elszegényedsz, elveszted a munkádat, de lehet valami kulturális fenyegetettség érzete is. Hogy mondjuk a kozmopolita kultúra, az fenyegeti a nemzeti kultúrát. Elveszik a nemzeti kultúrádat. Hogy a modern fenyegeti a hagyományost. Vagy el akarják törölni a családokat. És akkor itt jön a másik, mint egy ilyen ellenség. A nemzeti identitásból, ez a hetedik pont, következik valami kiválasztottságérzet, ami kivételezettségtudattal. Ugye a nemzetit meg kell védeni a kozmopolitától, kozmopolita egy ilyen ellenségként van beállítva, és miért kell megvédeni? Hát azért, mert a nemzeti az értékes. És ebből már csak egy lépés a sovinizmus, ugye a más népeknek a megvetése.
És a nemzeti közösséget miképpen lehet egyesíteni? Valami másikkal, valami ellenséggel. Mindig fel kell mutatni az ellenséget, mert a gyűlölet az, ami összetartja a közösséget. A gyűlölet az jobban, a közös gyűlölet az jobban egyesít, mint a szeretet. És ezért fontos az idegen gyűlölet szintása. Tehát minden ilyen fasisztoid mozgalom, az ilyen xenofób, vagy hát eleve idegen ellenes. A nyolcadik pont, hogy ugye érdekes, hogy az ellenség az egyszerre túl erős és túl gyenge. Hogy például ugye a náciknál ugye egyszerre vetik meg a zsidókat, és egyszerre csodálják a zsidókat, Hitler is, hogy a zsidók azok megőrizték a fajtisztaságukat. Vagy egyszerre alsóbrendűk, és egyszerre ugyanakkor mégis ugye csodálják de, őket. De tudod, ha megőrizték a fajtisztaságukat, akkor talán nem az a baj velük, hogy megfertőzik a németséget? Tehát egyszerre probléma velük az, hogy ők ugye különbnek, felsőbbrendűnek érzik magukat, és ezért nem keverednek a keresztényekkel, és egyszerre probléma velük az, hogy nagyon is keverednek, és ezáltal lerontják a fehéreknek, a fehér keresztényeknek, a kaukázusi népfajnak a genomját. És ugye ez látszólag egy ellentmondás, de hát a dupla gondol természetesen elrendezi. Bármelyiket gondolod, az helyes, hiszen bármelyik probléma a zsidósággal. Ha úgy jön ki jól, akkor az ellenség túl erős, ha úgy jön ki jól, az ellenség túl gyenge, és elkeseredett, sarokba szorított, és veszélyes. És nagyon találó Umberto Eco megállapítása. A fasiszta rendszerek arra ítéltettek, hogy elveszítsék háborúikat, mert alkatilag képtelenek arra, hogy tárgyalagosan mérjék fel az ellenség erejét. És ez szerintem egy nagyon mély megállapítás. Ez a második világháború is jellemző, meg hát azóta is több háborút kirobbantó rezsimre. A kilencedik pontja az Eco-nak az, hogy az erőkultusz az miképpen találkozik a népek, vagy hát a fajok versengésének szociáldarwinista képzetével, hogy az élet küzdelem, harcolni kell. Jó, és mivel az élet küzdelem, ezért aki pacifista, az áruló. Tehát a pacifista az ellenségnek a cinkosa. És egyébként érdekes módon jelen pillanatban a pacifizmus éppen, hogy az autoriter rezsimeknek a hitbizománya, a hatalmi jelvénye, amit befoglaltak. És most hát ugye Magyarországon a pacifisták ugye a fideszesek, és hát velük szemben az ellenzék a háborúpárti. És egyébként úgy is erre mindjárt kitérhetünk, hogy van egy 12 éve, ha leveg mindenhol puskaport szagoló utcai harcos miniszterelnökünk van, aki, hogyha Brüsszelbe megy tárgyalni pénzért, akkor a csapataink harcban állnak, tehát állandó háború. Igen, de ez a harc szimbolikus, és ő szimbolikusan szereti a harcot, nem szereti ekkora tétek mellett vérre menően a harcot, ő azt a lazacos szendvicssel a jobb kézben, pezsgős pohárral a bal kézben, jó kis szelfikkel a V4-ben, ez a szabadságharcnak az a módja, amiben Orbán Viktor jól érzi magát, ebben a szabadságharcban. Az Orbán Viktornak kedves tétek mellett zajlik a szabadságharcolás, amikor már vérrendelődik a szektoroknak, meg a vármegyéknek a helyére, az azért már olyan tét, amiben Orbán Viktor nem érzi komfortosan magát, és ez jól is érződik neki, meg a kurzusának a vitustáncán, ahogyan ők a békéért ezt a vitustáncot járják. Itt a tizedik pontja az Eco-nak, az a gyengék megvetése. És hogy érdekes, hogyha bár a fasisztoid vezető, hogy a tömegekre épít, a tömegek nevében szólal meg, de mégis lenézi a tömegeket, hiszen elveti a demokráciát. A demokráciát működésképtelennek tartja azt, hogy a szavazók maguk dönthetnek ugye kérdésekben, hanem úgy gondolja, hogy egy erős vezető kell, aki vezeti azokat a tömegeket, amelyek nevében megszólal. Az elitizmusból következik 11 pontként a hőskultusz, ugyanúgy, ami részben ugye a harc dicsőítéséből is származik, és hogy az életet küzdelemként azonosítja. És a hőskultusznak egy ilyen elfajzás egyébként mondjuk a halálkultusz. És itt például az Eco ugye megidézi az SS halálkultuszát. És megint csak szellemesen írja. Az ősfasiszta halálvágytól ég. Széljegyzetként tegyük hozzá, türelmetlenségében leginkább másokat sikerül halálba küldenie. Végül magát is. Igen. A 12. pont, hogy a machoizmus, a szexizmus. Hogy például a nemi életet is harcként fogja fel, és hogy a gyermekáldásra
a népek és a fajok közti háború egyik csatájaként tekint. Ugye a születéscsata. Hogy a gyerekvállalás az nem arról szól, hogy te mondjuk tényleg válasz egy gyermeket, vagy több gyermeket, fenneveled őket. Nem a boldogságról szám családként, hanem a gyerekvállalás egy feladat. És azzal te a hazádat, vagy a népedet szolgálod, amennyiben gyereket valójában válasz. Valójában a vezér vállalja azt a gyereket, akit te vállalsz. Azt te csak fölneveled. Azt a nemzet vállalja azt a gyereket. A 13. ponta az, hogy a népképviseleti rendszer helyett, ugye a rothadt parlamentarizmus helyett a népre hivatkozik, és ugye a demagógia terep előbb a rádióba, aztán a televízióba, majd az internetet tolódott. És azt, hogy így megszólítja közvetlenül a szavazókat. Egyébként Umberto Eco-nak legtöbb kérdésben igaza volt, a Twitterrel szemben tévedett, tehát például a Twittert, úgy gondolta, hogy a Twitter az olyan, mint hogy valaki a kocsmában dönöggelne, a Twitterben nem hitt. Aztán mégis, Donald Trump a Twitternek összetően. Trump abból tette, abból hozta létre a politizálásnak az új formátumát, ebből a három mondatos odaböfögésekből. Igen. Umberto Eco már nem érte meg a Trumpnak az elnöki választását, kíváncsi lettem volna, hogy mi a véleménye a Twitter elnökről. Pont az utolsó pont lesz ez a három mondatos, igen, vagy akár egy mondatos odaböfögés. Mert, és ez nagyon fontos, és itt ugye egy kifejezetten egy George Orwell-i hivatkozás van, hogy az ősfasizmus az maga az új beszél. És azt írja Eco, minden náci vagy fasiszta iskolai szöveg szegények szókincsel és a legelemibb mondattannal dolgozik, hogy korlátozza a komplex és kritikus gondolkodást. Itt, ahogy a 1984-ben ugye sorra tűnnek el a szavak a szótárból, itt Eco is arról beszél, hogy miképpen egyszerűsödnek le a fogalmaink, és legvégül ugye az ősfasiszta szótárban végül már csak két szó marad. Ugye az igen és a nem. A nem a másik, amivel szemben az igen, a mi. És ezzel, gyakorlatilag ezzel fejeződik be a szótárnak a leszűkülése. Hát ezek az Eco-i pontok, amik alapján gyakorlatilag definiálni lehet egy rendszerről, hogy fasisztoide vagy sem. Na most ez is egy fontos kérdés, mert hogy szerintem fontosak az árnyalatok. Hogy érdemes megkülönböztetni egy fasiszta rendszert egy fasisztoid rendszertől. És azt gondolom, hogy azért fontosak, pont azért fontosak az árnyalatok, mert ezek az árnyalatok segítenek minket ahhoz, hogy egy komplexebb képet alkossunk, és jobban értsük a világot. Ne a törzsi érdekek, és ezáltal a politika szándéka alapján működjünk, mint a féle ólomkatonák, hanem úgy működjünk, mint felelős polgárok, akiknek saját autonóm álláspontjuk van. Most ebben a vonatkozásban a mai Magyarország tekinthető fasisztának? Mert én úgy gondolom, hogy ez még mindössze egy fasisztoid rendszer, nem egy fasiszta rendszer, és a döntő különbség az a trollfészben van, a trollságukban van. És ilyen értelemben magát Donald Trumpot sem tartom fasisztának, hanem Donald Trump is fasisztoid. Mert a döntő különbség az az, hogy az egy tényleges ideológia-e, amit ő vall, vagy ez a minél rosszabb, annál jobb troll politikája és troll számítása. És én sokkal inkább ezt az érdek által vezérelt, folyton változó és a változáshoz nagyon rugalmasan alkalmazkodó politikát látom, és ennyiben fasisztoid, nincsenek itt a mozdíthatatlanul lecövekelve olyan oszlopok vagy cövekek, amelyek aztán meghatároznák azt, hogy a rendszer mit val vagy mit gondol a világról, folyamatosan méricskéli a közgondolkodást. De ebben folyamatosan nem különbözik magát a fasisztáktól, azt hiszem. Tehát ha mondjuk azt, hogy a fasisztoidhoz is kellene megugrani egy lécet, hogy mondjuk ebből a 14 pontból, ha ez a vizsgálati szempont, akkor 7 teljesüljön, akkor mondjuk ennyi teljesül a Trumpnál is, meg a NER-nél is. De a pont ugyanebben az Umberto Eco cikkben írja le, hogy míg a nácizmusnak ténylegesen voltak ideológiai pillérjei, addig a fasizmusnak csak retorikája volt, és kiüresedett, és a saját maga ellenkezőit is állította. Így ennek megfelelően, ha tényleg az Orbáni rezsimmel akarod szembeállítani, akkor ebben pont nem különbözik a fasisztáktól. Én úgy gondolom, hogy igen, a fasiszta nem populista. A fasiszta az ideológiához rendeli hozzá a népet, és nem a néphez rendeli hozzá az ideológiát. Ez egy fontos különbség. A fasizmus ugyanis egy ideológia.
A trollság az nem ideológia, az egy ideológia pótlék. Az valami, ami minden pillanatban ideológiának tünteti fel magát, de tudod, az ideológia az nem függhet attól, hogy mit mér éppen a közvéleménykutatás, hogy mi, merre görbül a görbe. Az az ideológia, ami a görbe görbületét követi, igazán nem ideológia, hanem egy ideológiának látszó, önmagát ideológiaként feltüntető rezsim. És az tény, hogy az Orbán rendszer reakciós. De pont azáltal nem igazi fasiszták, hogy ők mindig és csak is reakciósak. Mindig és csak is reakciót adnak, nem akciót. És őnekik nincsen első szándékuk sem a társadalommal. A fasiszták tényleg militarizálni akarták a társadalmat. A fasiszták nem pusztán hangulatot keltettek. A fasisztáknak volt egy kép a fejükben a társadalomról, és a társadalmat olyanná akarták formálni, és azt keresztül akarták ütni a társadalmon. Az a kép a fejükben az nem azt szolgálta, hogy ezt kell elvégeznünk a társadalommal, és akkor hatalmon maradhatunk, és akkor válthatunk magunknak újabb ciklust, válthatunk magunknak egy újabb korszakot, és akkor tovább maradhatunk hatalmon. Az oszd meg és uralkodj elve alapján kicsit adunk az embereknek, ezáltal az emberek minket megőriznek, és akkor így van egy konszenzus a társadalommal. A fasiszta nem törekszik konszenzusra a társadalommal. A fasiszta az az elit előjogában hisz, és az elit nevében, és az elit kiválasztottságának a felhatalmazásával aláveti a társadalmat. Én ezt itt ilyen formában nem érzem teljesen. Mert itt nem akarja fölülről lefelé tolni ezt a fajta fasizmust. Ez a korai Jobbiknak, meg a Magyar Gárdának a kezében ott volt, aztán kirúgták a kezéből, leesett a földre, és ez a, hogy mi is az a mese, amiben ez a nagy gömb mindent megeszik, amin átfordul. Kis gömböcként magába építette. Nem az elit a fasisztait, hanem a szavazóinak egy része, akiket ezzel a mentalitással ki lehet szolgálni. Akiket nem tud nélkülözni a kétharmados többséghez, és ezért újra és újra meg kell őket szólítani. Hát és ami veszélyes számára, amennyiben nem integrálja magába ennek a kiszolgálását. Meg azért veszélyes, mert aztán ez a tábor fogjul is ejti magát a hatalmat, mert egy idő után már kvázi ki kell szolgálnia őket, különben jönni fog egy torockai jobbról, és majd elszereti őket. És ilyen értelemben Orbán Viktor is már kényszerpályán van, kényszerpályára állította a magyarokat, és most már a magyarok tartják ezen a kényszerpályán Orbán Viktor. Ugye klasszikusan ilyen, ugye, hogy a macsoizmus, szexizmus, ez ami a retorikában létezik, és adott esetben az, hogy itt a magyarságnak szaporodni kell, meg teli kell szülni az országot, mert az emberre erőforrásként tekintenek, ez klasszikusan egyébként a fasisztoid gondolkodáshoz tartozik, hogy az emberre ugye erőforrásként tekintenek, aki erősíteszi az országot, hogy a születéscsata az itt is megjelenik, hiszen mennyire fontos az, hogy itt a családpolitika kiemelt, de például nem lépik meg azt a szintet, hogy mondjuk betiltsák az abortuszt, mert az ugye kockázatos lenne politikailag, hanem van egy határozottan ugye retorikailag létezik, a család, és mondjuk így kb. A születéscsatának megfelelő frontja a gyermekvállalásnak, amit mondjuk így Volkswagen autók kedvezményes vételével ugye támogatnak, hogy tudjál venni kis buszt, mert ez jó a Volkswagennek is, meg jó a rendszernek is, meg jó a szavazónak is, de például az abortusz tilalmáig nem jutnak el. Pontosan, mert ahhoz már hinni kéne valamiben. Amit a fasiszták és a nácik ugye egyébként megtesznek. Hát sőt, a vallási fundamentalisták is megtesznek. Tehát ráadásul az Orbánék inkább akarnak, tehát a identitás hazugságuk inkább hajtja őket Lengyelország felé, akik meggyőződéses keresztény fundamentalisták, mint a fasiszta rezsimek felé, amilyen mondjuk Oroszország, amelyik már tulajdonképpen Oroszország megfeleltethető a Mussolini féle Olaszországnak. Ugye a berendezkedését, meg úgy az ideológiáját tekintve, meg azért már politikusok elleni merényletek is azért zajlanak. Tehát nagyjából a keménysége is már idézi a Mussolininak az Olaszországát. Itt két fontos részlet az, ami még a fasizmushoz tartozik, és a fasizmust reprezentálja, ami nem hangzott el a
az ismertetésedben. Az egyik ilyen az az erőkultusza, ami nyílt antievangelizmus. Tehát a fasizmus az antievangelista. Szembe megy az evangéliummal, szembe megy a kereszténységnek az erkölcsi alapjaival, mert a kereszténység éppen hogy az erőkultuszával szemben határozza meg magát. A jaja legyőzöttnek szellemével szemben áll a kereszténység. Az evangélium azt üzeni, hogy jaja legyőzőnek. Épp ellenkezőleg, ami a fasiszta rezsimnek meg az a fő jelszava, hogy jaja legyőzöttnek. Az erő, az legitimálja az elnyomást az erő által. Nem kell, hogy az erősnek nem kell, hogy igaza legyen, azáltal van igaza, hogy ereje van, és az ereje által legitim az elnyomás, amit gyakorol. Most ilyen értelemben nyílt ellenkeresztény erkölcs hamisítás az, amit a fasiszta rezsim végez. Ami pedig ugyanide tartozik, és amiről szó volt az Umberto Eco ismertetésében, ez a nemzeti meg önmeghatározása a fasizmusnak. Na, ez a nemzetkultusza és a nemzethez való ragaszkodás és a nemzeti jelleg meghatározása is alapvetően antievangelista és keresztény ellenes. A kereszténység ugyanis kozmopolita. Kozmopolita. A kereszténység egyetemes. Ellentétben a nemzettel, amelyik meg sajátos. Ha nemzetit keresünk, a nemzet képviseletének megfelelő szereplőt keresünk az evangéliumban, az éppen Barabás. Barabás az, aki nemzeti, és vele szemben Jézus az, aki kozmopolita. Barabás azt mondja, hogy a megváltónak Izraelt kell megváltania, Jézus mondja, hogy a megváltónak az embert kell megváltania. Zsidót és nem zsidót. Világszerte mindegyiket, mert mind Istenhez tartozik. Ilyen értelemben a nemzet a császároknak a könyvelésében jelenthet határt. De az Istennek az egyetemes és magasabb rendű könyvelésében nincsenek nemzeti határok. Amely helyzetben a fasiszta rezsim azt állítja, hogy a nemzeti jelleg a meghatározó, annyiban igenis ellenkeresztény. Ahogy Peti felsorolta itt Umberto Eco 14 pontját, amit a Robert egyébként kiegészített 16-ra teljesen jogosan, én itt bőszen jegyzeteltem, nem mintha nem olvastam volna eddig, mert itt van összefoglalva, de most megpróbáltam egy-egy mondatba összeszedni. Egy mondatba úgy, hogy nagyon jól hangozzon fasisztának lenni, és egy mondatba úgy ezeket az ismérveket, hogy nagyon ne hangozzék jól fasisztának lenni. Jól hangzik, amennyiben egy hagyományőrző, férfias, felfegyverezett, hűséges, betolakodókat nem tűrő, középosztályt felemelő, erős ellenséggel szemben hősöket állító, népet felemelő, a többség akarata előtt fejet hajtó, retorikai képességeket felvonultatni képes irányzat. Kevésbé hangzik jól ugyanez, ha maradi, macsó, kritika nélküli, migránsverő, prolifóbiás, gyenge ellenséggel harcoló, péniszirigy, homofób, a többség vágyait kihasználó, populista, szómágiákban mellébeszélő irányzat. És a két mondat ugyanazt jelenti. Ugyanazt mondtad el, csak két különböző nyelven. Ja, hogy tetszene, amit csinálunk, vagy nem tetszene, amit csinálunk éppen. Mi az oka annak, hogy ezek a fasiszta rezsimek képtelenek felmérni az ellenség valós erejét, és ezért vereségre vannak ítélve a háborúikban, ahogyan Umberto Eco fogalmaz. Azóta, hogy mondtad, én ezen töröm a fejem, hogy mi lehet az oka annak, hogy ők mindig eltájolják a saját iránytűjüket módszeresen. Hogy az az ideológia, amit vallanak, egy olyan gravitációs teret képez, ami eltájolja azt az iránytűt, amivel föl tudnák mérni, hogy az ellenségük mennyit ér, vagy mennyit tud, és vagy az ellenségük erejét becsülik alá, ez is lehetséges, de az is lehet, hogy a sajátjukat becsülik túl, mert ideológiai kényszerbe kerülnek. Az ideológia visszakényszeríti az ideológust, és
kvázi megfosztja a valóságérzékelésnek a hitelességétől. Az ellenségét kénytelen kétféleképpen megbecsülni, hiszen gyűlöli, hiszen érzelmeket akar létrehozni, ezért meg kell nevezze, hogy ezek alantasak, és időnként ennek a csapdájába is kerül, hogy de közben ezek milyen ügyesen háborúznak ezek az alantasak, hogy csinálják, ki segít nekik. És egyébként itt ez a 8. pontjában van az EKO-nak. Ott például megemlíti azt, hogy megalázó számunkra az ellenség gazdagsága, ugye a briteket, vagy az amerikaiakat mutatjuk, hogy ott döglenek a jólétben. Ilyenkor ez persze erő, hiszen gazdasági erő van mögöttük, de hát ez ugye romlott, legalábbis nekünk nem jutott belőle, de más az ellenségnek az erejét felmérni, és más meghirdetni, mert ebben is érdekellentétben vagyok én, amikor éppen a fasiszta rezsimet irányítom. Lehet, hogy jól mérem fel, de nem akarom tovább kommunikálni, hanem torzítok egyet rajta saját igényem szerint. Tehát, hogy még ez sem esik egybe a felmérés és annak a közzététele. Amennyiben Hitlernek az asztali beszélgetéseit olvassuk, amik ugye 1943-44-ben ugye a vég nélküli vacsora utáni monológizálások, amikben hát többek között elmondja azt, hogy ami Magyarországon értékes, azt az itteni németek hozták létre, mert ugye milyen megvetette a magyarokat, mint egyébként a náci Németország szövetségeseit. Na most ott az asztali beszélgetésében újra és újra visszatér, hogy miért a németek hivatottak arra, hogy megnyerjék a háborút. Hát azért, mert a weimari utcai harcok idején is, és egyébként most is, hogy a német katona az felsőbbrendű, és ezért ugye egy német katona felér, nem tudom, 3-4 mondjuk angollal, és egyébként 7-8 ugye alsóbrendű szlávval. Hát igen, ez a kalkuláció ez működött is, csak hát végül is aztán a mennyiség sok lúd disznót győz alapon, a mennyiség a minőség fölött győzelmet aratott. Ez a tigris tankok számában és minőségében, valamint a T-34-esek számában és minőségében nagyjából ki is fejeződött a nem pusztán a Kurszki tankcsatában, hanem az egész keleti fronton. Meg azért az is hozzátehetett volna mondjuk a náci Németország hadigépezetéhez, ha a zsidó származású tudósokat ugye nem űzik el Németországból. Tehát még az első világháborúban azt, hogy a tengeri blokkád alá vett ugye Vilmosi Németország tudott harcolni 4,5 éven át, abból 3,5 éven át két fronton, ott a zsidó tudósok, akik sok mindent kitermeltek, egyébként a harcigázt is, de mondjuk a mesterséges nitrátokat, mindent, rengeteg mindent, nagyon fontos hozzájárulást adtak. A náci Németországban, meg ők voltak azok, akiket pont ebből a ellenségképzésből, a másikból, és azt mondja, hogy a belső állítólagos ellenséget ugye ki akarták rekeszteni, ugye elüldözték őket, így egy öncsonkítást hajtottak végre. És így ezek a zsidó származású tudósok aztán az USA-ban rakták össze ugye az atombombát ugye a Manhattan projekt keretében, és nagyon ebből a szempontból vicces is, amúgy meg valójában tragikus, amikor az Örök zsidó című náci propagandafilmben 1940-ben elhangzik az, hogy ugye a zsidó mindent relativizál, ugye vitatkozik, nem hisz igazságokban. A zsidó mindent relativizál. Itt van Einstein a maga relativitás elméletével, és így ki van röhögve Einstein, amiből aztán hát ugye a bomba lett is. Bocsánat, a zseniális húzás a 10-es pontban a populáris elitizmus, az, hogy az elitizmust ki tudjuk terjeszteni minden osztályra, mert minden szint lenézi az éppen alatta lévőt, ezért megélheti azt, hogy ő maga az elit, és egyben sebb tapaszt az ő fájdalmára, amikor épp egy perccel ezelőtt rajta tapostak, és ez egészen a legalsókig mindenkire igaz lehet. Aki alatt nincs senki, ugye ez a csengetett Milord Mabel, vagy talán az ő otthon lévő férje, ő az egyetlen, aki nem ruházódik fel a lenézés luxusával, és így mindenki királynak érezheti magát, mindenki egy picit elégedett lehet azzal, ami eljött. Különös dolog ám a nemzeti szocializmus. Most a fasizmustól egy picit némileg, de persze nem teljesen eltérve, hogy lehet egy ideológia egyszerre fundamentalista és egyszerre korrupt. Ezek elméletileg ellent mondanak egymásnak. Ez elméletileg egy skálának a két végpontja. Az egyik végpontja a fundamentalista, ugye Robespierre, a másik végpontja meg ugye Danton, a enyveskezű, a másik a véreskezű.
érdekes módon a fasizmusban, miközben fundamentalista és fanatikus, valahogy feloldva a mélyén ott áthatja valami elemi korruptság, valami elemi romlottság. Lehet, hogy az übermensch azok jó ízlésű, a jó ízléshez pénz kell, ezért oké lopni, hogy szép tárgyakkal vehessem körbe magam, mert azért ezek a műkincsek, ezért ezek bajukban jól néz neki bárki is. Rengeteg ilyen jel utal erre. Például az Arbeit macht frei felirat Auschwitzban. Ha ők rendes fanatikusok, rendes fundamentalisták, akkor ő nekik nem lett volna szabad ez azt kiírni, hogy a munka szabaddá tesz, hát oda a zsidókat meghalni vitték. Nem azért, hogy dolgozzanak, aztán meg szabadok legyenek. Hát ebben tudod, a cinizmus a korrupció etikája. Amikor ez a mondás ennyire cinikus, ahhoz az kell, hogy az igaz hitűség, amit ők demonstrálnak a széles gesztusaikkal, valahol a mélyben romlott legyen, megromlott legyen. Rengeteg ilyen jel van. Például ne feledjük el, hogy faji alapon a dánok, meg a norvégok, azok hát árjábbak, mint mondjuk az osztrákok, meg a bajorok. Hát ha faji alapon kell nézni, hogy kik az árják, meg kik az úgymond alsóbbrendűek, hát akkor a bajorok, meg az osztrákok, hát ezek azért sötétebb hajúak, sötétebb szeműek, eleve katolikusok, de nem olyan módon, tehát ha pusztán ezt faji alapon nézzük, hogy ki az árja, hát a dánok meg a norvégok hát más ligában játszanak, ha a rosenbergi fajelmélet alapján nézzük ezt, csak hogy a dánok meg a norvégok azok nem birodalomnyiak, tehát erre nem lehet birodalmat építeni pusztán a fajelméletre, hanem a fajelméletet úgy kell hajlítani, úgy kell tágítani, hogy az osztrákok, azok meg a bajorok, akik meg mind németül beszélnek, hogy ezek a németül beszélő különböző faji státuszú, adott esetben kevésbé árja németek, mint például a maga Adolf Hitler is. A maga, hát cseppet sem szőke, cseppet sem árja vonásaival. Ez az Adolf Hitler is német, és tudod, Adolf Hitler a maga osztrák származásával vonja meg a fajtisztaságnak a kategóriáit, amiben hát a dánok éppen nem kerültek be, mert ők egy segédnép, mert nem a származásuk reprezentálja, különös módon nem a származásuk reprezentálja az ő világuralmi igényeiket, hanem a számuk, hanem a birodalom, hanem az a faktor, hogy birodalmat lehet-e a számosságukra építeni. És ha birodalmat tudok építeni a számosságukra, akkor a barna szemű is árja, meg a barna hajú is árja. Ha nem tudok, akkor a szőke kék szemű sem feltétlenül az. Amikor Göring azt mondta, hogy az, hogy ki zsidó, én mondom. Igen, hogy az, hogy ki a zsidó, mert hogy volt olyan, akit hogy a birodalmi kultúrában úgy olyan szereplőt Göring személy szerint kedvelte, Göring úgy gondolta, hogy a birodalom életében ő egy fontos szerepet játszhatna el, és akkor az illető azt mondta, hogy de hát a faji törvények alapján hát nem tehetem, hát zsidó vagyok. És erre mondta Göring, hogy az, hogy ki a zsidó, és ki nem, azt én mondom meg. Ez a birodalom felségjoga, hogy a zsidóból nem zsidót, a nem zsidóból zsidót csináljon. Na most ennek a fényében, hogy ennek a mondásnak a fényében, amit a Göring mondott, hogy az, aki a zsidó, azt én mondom meg, ennek a fényében megméretik a nemzeti szocialista ideológia komolysága, hogy azok, akik erre hivatkoznak, meg a nürnbergi pártnapokon verik a mellüket, ők mennyire meg zikhelt intenek, mennyire gondolják komolyan a maguk ideológiáját. Ennek úgy kéne lenni, amennyiben ők egy betegségként tekintenek egy komplett népre, hogy ahogy a bőrgyógyásztod ilyen félcentis margóval kivágja a betegséget, hogy inkább legyen valaki szintén zsidó, aki nem az. Nem? Tudod, de pont ellentétesen azzal, hogy a halálbüntetés kapcsán csak ne tévedjünk, tudod, hogy az rettenetes, ha olyan valakit végzünk ki, aki egyáltalán nem bűnös abban, amiért elítélték, és akkor itt vigyázzunk, ha a nácik fejével gondolkoz, az kéne legyen, hogy
hát ha 1000 ember mellett meghal még 70, teljesen ártatlan, az a biztos. Az a margó. Itt a folyelmélet korruptságára. A legjobb példa talán az, vagy leglátványosabb, hogy amikor Hitler osztályozta a népeket, voltak ugye a kultúra teremtő népek, ugye az árja népek, voltak ugye a kultúra romboló, az alsóbrendű népek, például a szlávok és mások, és volt egy nép, ami kultúra megtartó volt, a japán, mert ugye 1936-ban megkötik az antikominter paktumot, mert mindkét országnak szovjetellenes érdekeltségei vannak, ugye Japánnak ugye keleten, Németországnak ugye nyugaton, szövetségesek, és a japánokat beleteszi egy kultúra megtartó szerepbe. Érdekes volt, az összes többi ázsiai nép nem kerül a kultúra megtartóba. Érdekes módon a diplomáciai, meg nagyhatalmi, meg szövetségi érdekeknek alá lett rendelve ez a tudományosság, hogy tiszta faj, meg tiszta vér, és akkor a vér romlása, meg javulása, ennek a teoretikája nem kéne, hogy függjön attól, hogy Adolf Hitler éppen kikkel szövetkezik, mert kikkel hasznos neki nagyhatalmilag együttműködnie. Vagy, hogy mi minősül fajgyalázásnak? A fajgyalázásnak az minősült, amikor egy zsidó férfi egy árja nővel lefeküdt, szexuális viszonyt létesített, az fajgyalázás volt. Fordítva viszont. Igen. Az árja férfi... Hát itt a csizma hasonlat, gondolom, érkezik Robitól. Az árja férfi szexuális kapcsolat a zsidó nővel, az nem minősült fajgyalázásnak, hiszen az árja férfiak hozták a törvényt. Nem meséld el a csizmás viccet, hanem keresetek rá a Google-ön. Igen, de este 10 után keresetek rá. Azt tud fertőzni, amelyik behatol, és azt tud fertőződni, amelyik befogad. A férfi, az behatol a világba, és átformálja. A nő, az befogadja a világot, és integrálja. Ennek megfelelően a férfi a fertőző, hogyha zsidó, akkor zsidósággal fertőz, hogyha árja, akkor árjasággal nemesít. És akkor említetted itt a Nürnbergi pártnapokat. Lenin Riefenstahlnak az Akar a diadala című filmje, ugye egyszer egy a propaganda filmességnek egy paradigmatikus alkotása, ahogy az elején úgy van megkomponálva, hogy Hitler repülőgépvel érkezik, ugye a felhőkből leszáll, mint egy ilyen ígi megváltó, és aztán Lenin Riefenstahl bemutatja a nürnbergi pártnapokat, hogy megvan az egész ugye komponálva a birodalmi nagyság érzetével, de ha rátekintünk, azért mégiscsak van egy kis ellentét, hogy a felsőbbrendű fajról ilyen hatalmas, ugye az antik esztétika volt az, amit beemelnek a birodalmi esztétikába, ez a náci neoklasszicizmus, hogy Albert Speer elképzelte Germániát, az új ugye, világfővárost, hogy miképpen néz ki. És beszélnek a felsőbbrendű fajról olyan figurák, akik hát, hogy is mondjam, hogy találkoztak volna egy valódi árjával, akkor az így elpöckölte volna őket. Hermann Reuschning, aki megírta a Hitler bizalmasa voltam címmel a visszaemlékezését, felidézi azt jelentet, hogy egyszer Hitler egy gyenge pillanatában azt mondta neki, hogy álmában találkozott a felsőbbrendű emberrel, és hogy bevallom, megijedtem tőle, félni kezdtem tőle. És okkal félhetett volna Hitler attól a felsőbbrendű árjától, akit ugye vizionált. Aztán a Leni Riefenstahl, miután megbukott a harmadik birodalom, hát egyszerre volt egy nagy filmes, meg egy bukott náci szuka, és hát ő neki az egész élete onnantól kezdve arról szólt, hogy ő kanosszát járt, megpróbált azért filmes maradni ezzel a nagyon sötét billoggal, amit magára égetett a Hitler mellett, és hát ő Afrikába ment, és afrikai törzsekről készített dokumentumfilmeket, és hogyha azokat megnézed, a Leni Riefenstahl Afrikában készült filmjeit, ugyanaz az erőkultusz, ugyanaz a testkultusz, a nyers erőnek, és az ember, az emberi test szépségének ez az esztétikuma, ez a futurizmus, ami egyébként a fasiszta esztétikát, meg a nemzeti szocialista esztétikát áthatotta, ebben is megvan, csak hát itt már az hitleri kategóriák, vagy a rosenbergi fajelmélet szellemében, hát az alsóbbrendű fajnak, amit akkor már nyilván Leni Riefenstahl maga is felülvizsgált, annak a körében mutatta ki ugyanazt az emberi test
test és a nyers erő szépségének az esztétikumát. Ahogy az 1936-os Berlin olimpiáról készült olimpia című filmében esztétizálja a testet és az erőt, tényleg ugyanaz tűnik vissza, amikor a Nuba törznek a férfiait, ugye fotózza. És a feketékben egyébként megtalálható, hát a feketék zöme erősebb testfelépítésű, mint a fehérek zöme. Hát ennek köszönhető az, hogy az 1936-os Berlin olimpián ugye Jesse Owens ugye egy nap 4 világrekordot is fölállított, és nagyon tanulságos az a felvétel, amikor a Jesse Owens ugye megnyeri a 100 méteres síkfutást, és a híradó filmmel, ami ugye mutatja az eredményt, ott ül a náci vezetőség, és hát az összes náci vezető citromba harapott. Tehát savanyúan nézik, amikor a Jesse Owens lefut mindenkit. Hát igen, az tulajdonképpen ott azon a 100 méteres férfi síkfutás versenyen már megtörtént velük kicsiben modellezve az, ami később a keleti fronton. A fajelméletük, ami alapján a négyzetrácsos papíron ők kiszámolták, hogy nekik nyerniük kell, mert hát ők a felsőbbrendű faj, az a valósággal érintkezve kicsorbul. És a valóság egy más eredményt hoz, mint az ő számításuk. Tulajdonképpen már ott levonhatták volna azt a következtetést, hogy ez a pusztán a fajelméleti kalkuláció alapján nem biztos, hogy a fehér a feketét lefutja 100 méteren. Pont ugyanezen az alapon nem olyan nagyon biztos, hogy az ária német germán, akit kineveztünk annak adott esetben osztrák vagy bajor, az majd a szláv népfaj fölött győzelmet arat, mert a minőség a mennyiséget felülmúlja. Hát kiderült, hogy mégsem úgy van. És hát kiderült az is, hogy Hitler nem tudta a maga 12 éve alatt olyan keményen tartani a népét, mint ahogyan Sztálin, meg mint ahogy a cárok korábban. Tehát, hogy az van, hogy azt az elnyomást, az elnyomásnak azt a fokát, amiben annyira elviselhetetlen a létezésed, hogy a halálfélelmet halálvágyjal vegyül, azt nem tudta pusztán a Bismarck, a Vilmos császár, az első világháború, meg az Adolf Hitler reprodukálni nyugaton. Mert a nyugati ember akkor is nyugati marad. Még a Hitler alatt is az a helyzet, hogy az orosz emberrel, az orosz ember szenvedés nyomásával, amit a cárok alatt meg a Sztálin alatt elszenved, és aminek a nyomán kevesebb veszteni valója van, mint egy nyugati embernek, akkor is, ha az egy náci nyugati ember, ha még oly német, vagy még oly Wehrmacht katona, vagy Waffen-SS katona, kevesebb veszteni valója van, mert a léthelyzete sokkal elviselhetetlenebb, és azt hiszem, hogy ezen múlt a keleti front a II. Világháború során. Meg azon múlt, hogy egy, és ez Hitler nagy tévedése volt, ugye meghirdetik a totális fajírtó háborút. Ugye legkevesebb 35-40 millió ember kiirtásával számolnak, amelynek keretében ugye helyet próbálnak csinálni ugye az áriáknak, ugye, hogy a Lebensraumot megteremtsék és kolonizálják a keretet. Ezért ugye írtanak ugye falvakat, ugye 3000 falut, összességében tehát 8000 falut és tanyát égetnek fel, amit az Elem Klímóval Jöjj és Lásd című filmében bemutatott, ami a legjobb és legerősebb film a keleti frontról, és azért nagyon jó, mert ellentétben a korábbi ugye partizán filmekkel, ahol a partizánok egy egyértelműen hősök, a Klímó filmjében a partizánok annyival humánosabbak, mint a nácik, hogy a már benzinnel lelocsolt ugye németeket nem elevenen felgyújtják, hanem csak legépuskázzák őket, és így megkegyelmeznek. Tehát ennyivel humánosabbak, és bemutatja, milyen ez a totális fajértó háború, ahol ugye a szovjeteknek nem volt esélyük, hogy megadják magukat. És amikor neked nincsen meg az a lehetőséget, hogy megad magad, mert halál vár rád, mert kiirtanak. Az egyetlen esélyed az, hogy elfoglalt Berlint és életben maradj. Ez az egyetlen esélyed, mert tudod, mögötted az NKVD, veled szemben a Wehrmacht meg a Waffen-SS, egy harapófogóban vagy, és csak Berlin felé vághatod ki magad ebből. Igen, ez lényegében ez a második világháborúban, a keleti front, ahol eldőlt a második világháború. Az Echo cikkében elhangzik, hogy a fasizmusba bele van kódolva a bukás, vagy eddig bukásra voltak ítélve, azért ez egy fölényeskedés, tehát hogy nem lenne ez a vélekedés, ha nem tolja túl Németország, és nem kerül rá ez a bélyeg. Isten óvjon attól, hogy egyébként megtudjuk, hogy mi van, amikor nem marad alul, nincsen bele kódolva.
kódolva az, hogy ez feltétlenül veszi. De az Echo azért mondja ezt, mert az Echo úgy gondolja, hogy ezek nem véletlenszerűek, ezek a vereségei a fasiszta rezsimeknek, hanem ő úgy gondolja, hogy azért szenvednek ezek a rendszerek vereséget, mert nem tudnak egy bizonyos ponton konszolidálni, és azért nem tudnak egy bizonyos ponton konszolidálni, mert a szellemük az totalista, és a totalitarizmus szelleméből az következik, hogy tudod, addig játszol, ez is egy játékelméleti probléma, addig játszol, amíg végül mindent elbuksz. Igen, mert az Echo szerint szükségszerűen tolták túl, mert hogy nem tudják józanul felmérni a saját erőiket, mindig túlbecsülik magukat, és mindig alábecsülik az ellenséget. Plusz ott a hősiesség és halálkultusz, hogy gyakran hangoztatni is kell, vagy érdemes, hogy én meghalnék, adjatok fegyvert, és már holnap én már megyek, ilyeneket azért hallunk itthon is. Az, hogy a dolgok nem összetettek, hanem rendkívül egyszerűek, hogy egymondatos megfejtésekben kommunikálnak, az valahol azt is kommunikálja, hogy akkor, ha nem összetettek a dolgok, akkor soha szét sem hullanak. Ennyire könnyen megérthető, egy gőből kifaragott egyszerű dolgok, és ezért örökké tartanak. Mégis az ilyen mentalitástól nem idegen youtuberek mondjuk szívesen állítanak elő ennél jóval bonyolultabb összeesküvés elméleteket. Tehát hogy milyen érdekes, hogy az összeesküvés elméletek azok összetettebbek néhol, mint az adott ország rezsimjének a kommunikációja.